Köszöntöm nézőinket, friss napszemlénket látják. Jó estét kívánok! 19 millió lejes kincstári hitelt vesz fel Gyergyószent Miklós önkormányzata. Sokan fogadták csütörtökön este a Boldogasszony zarándokvonatot Gyergyószent Miklóson. Jól haladnak a munkálatok Borszéken, az integrált fejlesztési projekt részeként hamarosan elkészül a polgármesteri hivatal udvara. Millió lejes kincstári hitelt vehet fel Gyergyószent Miklós önkormányzata egy pénteken délelőtt elfogadott határozattervezet alapján. Beruházásokra költik, és 5 év alatt kell visszafizetni. Ebben a hónapban nyílt újabb lehetőség kincstári hitel felvételére, amivel él is Gyergyószent Miklós. Pénteken soron kívüli online tanácsülésen került a tanácsosok elé a tervezet, amellyel 19 millió lejnyi keretet vesz igénybe a város. Csergő Tibor polgármester az előterjesztésben ismertette a testülettel, a tavalyról áthozott beruházások folytatásához, illetve befejezéséhez van szükség erre az összegre. A művelődési ház felújításához 2 millió 700 ezer, a Fogarasi Mihály Műszaki Líceum bentlakásának felújításához 2 millió 800 ezer lej szükséges. A tömbház rehabilitációs projektekhez 2,5, illetve 2 millió lej szükséges a hitelkeretből. A legnagyobb tétel a mobilitás terv, amelynek költségei az eredetileg tervezett 30 millió lejről több mint 40 millióra nőttek, ehhez 9 millió lej hitelt kell igényelni. Csergő Tibor azt is közölte, van kintlévősége is a városnak az államnál, aminek utalását január óta várja a városháza. A közel 4 millió lejes összegre még 1-2 hónapig biztosan nem lehet számítani, hogy a munkálatokat ne kelljen felfüggeszteni, minél hamarabb igényelni kell a hitelt, indokolta Csergő Tibor. Málnási Huba rákérdezett, lesz-e miből visszafizetni a hitelt. Szerinte a tavaly, szintén a kincstártól felvett összeggel együtt évente több mint 5 millió lejt kell majd törleszteni, ami nagy terhet jelent, megnyomorítja a következő városvezetést. Málnási inkább külső források bevonásában látná a megoldást. A polgármester válaszában kifejtette, tavaly is több mint 4 millió lej törleszteni valója volt a városnak, teljesítette is. Azt is tisztázta, más banki hitelt nem tervez egyelőre felvenni a város, s reménykedni lehet abban is, hogy az állam év végén elüti a kincstári tartozásokat, amire már volt példa. Az IMS tanácsosai tartózkodtak, de 11 támogatói szavazattal elfogadta a testület a tervezetet. Tűzütött ki egy lakóházban Marosfőn, 4 melléképület is kigyulladt. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint a lakóház mintegy 200 négyzetméteres felületen égett, a melléképületeket is lángborította mintegy 400 négyzetméteres felületen. A Gyergyószent Miklósi hivatásos tűzoltók 3 szerkocsival szálltak ki tüzet oltani, riadoztatták a Vaslábi, a Csíkszentdomokosi, a Gyergyóújfalvi, Kiénfalvi, Gyergyószárhegyi és Alfalvi önkéntes tűzoltókat is. Az oltásban egy balánbányai egység is részt vett. A tüzet a délutáni órákban sikerült megfékezni és eloltani, személyi sérülés nem történt. Begurult csütörtökön este a Gyergyószent Miklósi vonatállomásra Boldogasszony zarándokvonat több mint 700 utassal. A zarándokokat most is ünnepélyes keretek között fogadták, az ünnepséget a Gyergyószent Miklósi fúvós zenekar tette szebbé. Percre pontosan gurult be csütörtökön este a Boldogasszony zarándokvonat Gyergyószent Miklósra. A Missio Tours által indított külön vonat azokat a csíksomlyói búcsúba induló zarándokokat hozta Budapestről, akiknek Gyergyószent Miklóson vagy Gyergyószék más településein van a szálláshelyük. Mint minden évben, most is ünnepélyes keretek között fogadták a több mint 700 utast. A zarándokokat a Gyergyószent Miklósi fúvós zenekar üdvözölte. A
fogadást követően a város alpolgármestere Lenemir Balázs köszöntötte a csíksomolyai búcsúra tartókat. Kedves anyaországi testvéreim, akik a Boldogasszony zarándoklattal hazajöttetek, ti is azért indultatok útnak, mert egy belső üresség, szomorúság vagy csillapodni nem tudó zaj erre indított. Megújulni, elcsendesedni, feltöltődni, megerősödni vágytok. Az idei csíksomolyó búcsú mottója is erre hív mindannyiunkat. Újuljatok meg! A hétköznapjainkban nagyon sok mindent megpróbáltunk megtenni a megújulásért, a feltöltődés érdekében. Kirándulunk, olvasunk, pihenünk, minőségi időt töltünk szeretteinkkel, de azt a békességet és megújulást, amit az Istennel való találkozás, az ő megtapasztalása ad, semmi nem tud adni. Kedves vendégeink! A mai utazással elindultatok annak a békének a felkeresésére, amely hazatérve erőt és bátorítást ad majd nektek, és ehhez a legjobb helyre jöttetek. Isten hozott benneteket itthon, Erdélyországban. Hálások vagyunk a Teremtőnek, hogy évről évre szívetekbe, fületekbe súgja a hívó szót, hogy eljöjjetek édesanyához, égi édesanyánkhoz, a csíksomolyai szűzanyához, aki várja, hogy átölelhesse mindannyiunkat. A gyergyószentmiklósi Szent Miklós katolikus templom plébánosa is szólt a zarándokokhoz. Az efezusi levél soraiból választott mottóval hív találkozóra bennünket, Csíksomlyóra, mennye édesanyánk, a boldogságú Szűz Mária, újuljatok meg! A 84-es Zsoltár soraiban ezeket imádkozzuk. Mély kedves a te hajlékod, seregek ura, lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba, lelkem és testem sóvárog az élő Isten után. Boldog az ember, akinek ereje benne gyökerezik, és akinek szíve zarándok útra készül. Reméljük, hogy nem a lábatokkal, hanem a szívetekkel zarándokoltok ebben az esztendőben, és valóban megújul szívetek, lelketek. Az Istennel találkozni vágyó lélek imája, akit a szíve indít útra. A magam és a gyergyószentmiklósi hívek, testvérek nevében azt kérem az zarándok testvéreim számára, hogy békés szív, remény és Istenben való gyermeki bizalom jellemezzen benneteket ezen az úton. Fogadjátok az idén is szeretettel felkínált vendégszeretetünket, barátságunkat, és a boldogságos Szűz anyánál imádkozzatok értünk is, hogy itt a végeken, hűségben, igazságban, egyetértésben jó döntéseket hozva tudjuk helytállni, élni és dolgozni. Az egybegyűlteket dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke áldotta meg, majd a Missió Tours vezetője Budai László köszönetét fejezte ki, s hozzátette, most már ők is itthon érzik magukat, hazajöttek és megérkeztek. Az elmúlt évek hagyománya szerint a zarándokok visszautazásuk előtt vasárnap reggel 9 órakor szabadtéri szentmisén vesznek részt a Szent Miklós templomnál, amire szeretettel várnak mindenkit. Az esemény záró momentuma a nemzeti imák eléneklésével ért véget. Folyamatosan dolgoznak az integrált fejlesztési projekten Borszéken. Négy nagy beruházás közül az útjavítás és térrendezések keretében hamarosan, teljes egészében megújul a polgármesteri hivatal udvara.
Mint már arról többször is beszámoltunk, az integrált fejlesztési projekt keretében 4 nagy beruházást indított útjára Borszék önkormányzata. Ennek része az iskola és a művelődési ház felújítása, szociális lakások építése, valamint utak aszfaltozása, sétányok és parkok kialakítása. Mindennek keretében az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatal környezetének rendbetételére is sor került, illetve a szomszédos óvoda hátsó udvarának korszerűsítése is megtörtént. Az udvar az leaszfaltozás, a réteg az aszfalt leterítődött, már csak a koptató rétegnek kell majd ráteríteni. Parkolóhelyek azok ki vannak alakítva, valamint egy sportpálya fog megépülni, igazából ez is megvan, itt is már csak a gumiszőnyeget kell láteríteni, valamint egy játszótér lesz kialakítva, itt is már csak a játszótér elemek, amelyek már különben itt vannak Borszéken, ezeket kell ráhelyezni, és a gyepesítés történik meg, és ugyanakkor az obodának is az udvara, a hátsó udvara és a mellék járdája lesz itt képítve, és természetesen megtörténik itt is a közvilágítás. Tehát ha minden jól megy, akkor igazából már május végére ezek a munkádok is be kellene fejeződjenek. A regionális operatív programon keresztül megvalósuló 4 nagy beruházást részben Európai Uniós alapból, részben pedig helyi költségvetésből fedezi a helyi önkormányzat. A 43 millió lejből 25 millió lej az uniós támogatás. A polgármesteri hivatal környékének rendbetétele 1 millió lej nagyságrendű. Az erre irányuló munkálatokat május végéig szeretnék befejezni. A Hargita megyei hivatásos tűzoltók befejezték a 375 füstérzékelő és 125 szénmonoxid érzékelő felszerelését a megye 12 községében, közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A közlemény szerint ez az intézkedés fontos lépés a tűzbiztonság növelésében és a szénmonoxid mérgezés megelőzésében. A program április 22-én kezdődött, az első füst- és szénmonoxid érzékelők felszerelésével Zetelaka, Gyergyóalfalu és Salamás községben, és kevesebb mint egy hónap alatt ezek az életmentő készülékek számos veszélyeztetettnek minősített család háztartásába kerültek be. Az életmentő detektor elnevezésű program célja a lakosság tudatosságának növelése a szénmonoxid mérgezés kockázatairól, valamint konkrét megoldások nyújtása az életet és vagyont veszélyeztető események megelőzésére. Ennek keretében a készülékek felszerelésén túl a tűzoltók képzést tartottak a kedvezményezett családoknak az érzékelők használatáról és karbantartásáról. Ideiglenesen ismét bezárták a Parajdi sóbányát, mivel a Koront patakából víz szivárgott a tárnába. A turisztikai tevékenység és a kitermelés szüneteltetését biztonsági okokból rendelték el, hasonló intézkedést már korábban is el kellett rendelni vízszivárgás miatt. Ideiglenesen felfüggesztette szerdán az Országos Sótársaság a Parajdi sóbánya turisztikai tevékenységét. A bezárást biztonsági okokból rendelték el, miután a Korontpatakból víz szivárgott a tárnába. A bánya kitermelési részlegének alsó szintje több pontban is érintett. Ilyen mértékű vízszivárgást korábban még nem észleltek, tudtuk meg az Országos Sótársaság gyártási igazgatójától. Jelenleg a Parajdi sóbánya és a vízügyi társaság munkatársai is intenzíven dolgoznak egy olyan megoldáson, amely lehetővé teszi a gazdasági tevékenység mielőbbi újraindítását. A munkálatok azonban hosszú távon nem oldják meg a problémát, ezért ma a sóbánya székházában összeültek a szakemberek, hogy a hosszú távon teendőkről tanácskozzanak. A legkritikusabb szakaszon nagy erőkkel dolgoznak, hogy elvezessék a Korontpatak vizét és megakadályozzák, hogy a víz a bányába jusson. Ez azonban csak egy azonnali sürgősségi megoldás, mondta. Egyelőre csak azt tudták megelőzni, hogy a vízszivárgás helyén a sótömb teljesen bezuhanjon. A munkálatokat nehezíti, hogy a vízfolyása a problémás szakaszon egy sótömbön halad át.
A hosszú távú beavatkozásra egy erre vonatkozó műszaki terv alapján nyílik lehetőség. Több mint 20 ember dolgozik most itt a munkatelepen azért, hogy a Korond patak folyásának irányvonalát meg tudják változtatni. Ez a megoldás azonban csak ideiglenes, hiszen az egyértelmű cél az az, hogy megtalálják a beszivárgásnak a pontjait, helyeit, és ott végleges megoldásokat tudjanak kialakítani annak érdekében, hogy ne legyen több szivárgás a Parajdi sóbányába. Minden bizonnyal addig a bánya zárva lesz. A bánya tevékenységét tavaly is több napra felfüggesztették, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba. A Parajdi sóbánya Székelyföld egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. Évente mintegy 400 ezer látogatója van. Május végétől minden héten négyszer a törökországi Antáliába, egyszer pedig Krétára lehet utazni. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke közölte, hogy több légitársasággal folynak a tárgyalások annak érdekében, hogy új járatokat hozzanak a marosvásárhelyi légikikötőbe. Azt mondta, ez mindig prioritás volt, és az is lesz a következőkben is. Emiatt a reptér fejlesztése elengedhetetlen, tette hozzá. Péter Ferenc kiemelte, hogy a jelenleg zajló több 10 millió euró értékű befektetések is azt a célt szolgálják, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a légitársaságoknak, és vonzóvá tegyék számukra a marosvásárhelyi repteret. Egyre többen élnek vissza a betétdíjas visszaváltási rendszerrel. A piacon még számos olyan termék található, amely nem rendelkezik visszaváltási rendszer matricával és vonalkódjával. Ezekre hamis címkéket ragasztanak annak érdekében, hogy átverjék a rendszert. Egyre több videó kerül ki a közösségi média felületeire, amelyeken az látható, ahogyan egyesek visszaélnek a betétdíjas visszaváltási rendszerrel. A videókon az látható, hogy olyan palackokra ragasztanak fénymásolt retúrókóddal ellátott címkéket, amelyekért nem kellett betétdíjat fizetni, az automaták pedig gond nélkül elfogadják ezeket. Mitchell Fékét környezetvédelmi miniszter szerint más országokban is tapasztalható volt ez a jelenség. A period szkurt de Egy rövid átmeneti időszak csökkentheti ezt a csalást. Minél hamarabb megszabadulunk a régi csomagolásoktól a piacon, annál hamarabb nem lesz mire hamis címkéket ragasztaniuk azoknak, akik át akarják verni a rendszert. Úgy vélem, hogy ez a jelenség még nem terjedt el, és nem is valószínű, hogy elterjed, mert végül is a rendszer csalás elleni védelemmel is rendelkezik. Azt is hozzátette, hogy ezek az automaták kamerákkal vannak felszerelve, így videófelvétel készül azokról, akik csalni próbálnak, és reméli, hogy a hatóságok határozottan fel fognak lépni ez ellen. Korábban olyan videó is látható volt a közösségi médiában, amelyen egy madzaggal ellátott palackot visszahúztak az automatából, miután az leolvasta a vonalkódot, majd többször megismételték a műveletet. Még egy hétig lehet nevezni a Mesélj egy bringáért című Hargita Maros és Kovászna megyére kiterjedő versenyünkbe. Az eddig beérkezett mesevideókat már zsűrizik, és gyermeknap alkalmával a legjobb hármat egy-egy kerékpárral, valamint lábbalhajtós kismotorral díjazzuk a Coolbike kerékpár szaküzlet és szerviz jóvoltából. Mesemondásért biciklit? Igen, ez bizony lehetséges. A Székelyföld Televízió április 2-án indított gyermeknapi mesemondó versenyének köszönhetően. A tavalyi megmozdulásunk nagyon jó sikerült, több mint 70 gyermeket, fiatalt gyereket mozgattunk meg. Ezáltal a kis program által 70 videó érkezett be mesével. Én úgy gondolom, hogy elég sikeres volt egész Hargita megye szinten ez a megmozdulásunk. Az idén is újra tervezzük ezen kezdeményezésünket, tehát ez második alkalommal lesz megszervezve. A partnerünk a Coolbike. Tehát ők azok, akik az idén fogják támogatni ezen rendezvényünket. Tavaly is láttuk ezt a megmozdulást, és elég jó ötletnek tartottuk, és akkor gondoltuk, hogy ez idén mi is bízhálunk ebbe a megmozdulásba. Ugyanúgy szeretnénk a gyermekeket motiválni a sportra, biciklizzenek. A kiírás óvodásoknak, elemiseknek és 5-8 osztályosoknak szól. Akik kedvet kaptak rá, annyi a dolguk, hogy egy mesét elmondjanak, ezt videóra rögzítsék és elküldjék televíziónknak Messenger vagy WhatsApp üzenetben. A mesék kategóriája szabadon választható, akár saját szerzemény is lehet.
Az idén is ugyanazok lesznek az elvárások, tehát akár telefonnal, akár kamerával, bármilyen eszközzel, mivel tudnak rögzíteni egy mesét, hogy elküldjék szerkesztőségünkben. Az elbírálás az pedig a Halvirág Bábszínház részéről lesz. Az elbírálás az pedig június 1-e előtt fog megtörténni, és ugyanúgy június 1-e előtt szeretnénk átadni a diakot is. A videóra rögzített mesék beküldésének határideje május 26-a. Minden kategóriában hirdetünk majd nyerteseket. A nagyobbak, az elemi osztályosok és az 5-8-asok közül legügyesebben mesélők jutalma egy-egy kerékpár lesz. Az óvodásoknál 3 díjazottal lehet majd számolni, ugyanis egy bicikli mellett 2 lábbal hajtós kismotort is odaajándékozunk azoknak, akiket a zsűri a legjobbaknak talált. A nyereményeket gyermeknapot megelőzően adjuk majd át. A 26-os az már egy elég jó aluvázas, összeszkoppos bicikli, elég jó felszereltséggel, az már mehet felnőtt méretbe is. A következő, a fehér, az ilyen 8 éves, 10 éves kornak, és a következő az már ilyen 12 éves korig már lehet használni. Ezek mind jó állapotú, jó felszereltségű biciklik. Úgyhogy ezekkel lehet nyugodtan bárhova biciklizni. A díjazásra ezúttal is a Ler Potato Bar teraszán kerül sor, és most is lehet meglepetésekkel számolni. A részletekért, versenyszabályzatért kövessék közösségi oldalunkat. Információkat, elérhetőségeink valamelyikén kaphatnak az érdeklődők. Nevezzetek, meséljetek, nyerjetek biciklit! Pedig nézzük a nap fontosabb témáit röviden még egyszer. 19 millió lejes kincstári hitelt vesz fel Gyergyószent Miklós önkormányzata. Sokan fogadták csütörtökön este a Boldogasszony zarándokvonatot Gyergyószent Miklóson. Jól haladnak a munkálatok Borszéken, az integrált fejlesztési projekt részeként hamarosan elkészül a polgármesteri hivatal udvara. Ez volt a napszemle pénteken, köszönöm a figyelmet, friss hírekkel kedden jelentkezünk legközelebb, viszontlátásra! A napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.